Ez a nap már tönkre ment, kislány is korába ment. Hát most mit tegyek? Na jó, én is felmegyek. Jó! Kérlek már az iskolatáskor, egy szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Most elutazunk 1981-be, éltetek már? Persze, hogy éltetek. Jó, nem annyira, én még így éltem. Ti fiatalabbak vagytok, mint én. Tehát 81, Táncdalfesztivál, tudjátok, imádtuk ezeket, de remélem ti is ezt a műfajt. Hát minden onnan indult, minden igazi sláger, és hát tulajdonképpen 81-es volt az utolsó olyan fesztivál, amire érdemes emlékezni még, hiszen olyan slágerek születtek, mint Limbo Intó, Homok a szélben, Bábú vagy, meg nagyon sok minden. És a most következő dal, amit szeretnék veletek elénekelni, hát ugye elmondom, hogy nézett az előadó, ki fogjátok találni, kire gondoltam. Abban az 81-es fesztiválon, annak a drága jó fiatalembernek még ilyen szép, kedves, daerolt, böngyörke haja volt, és egy szép hegyke, magyaros bajsza. Ki volt ez a jó ember? A csodálatos Soltész Erzső mit üzen Magyarország népének Soltész Erzső 81-ben? Azzal, hát mindent tudtak, ellenőrző könyvben az ötös be is írom mindjárt. Tehát igen, szőrangosan az ének, most arra gondoltam, akkor ezt fogjuk elkövetni, itt a technikai sátortól jobbra ti lesztek az egyes csoport, balra ti lesztek a kettes csoport, nem mondom, hogy jobb és bal, mert az politika és ezt utálom, egyes, kettes. Tehát csak a refrénre van szükség, drágáim, semmi másra, mert engem nem érdekel, hogy van Voice, X-Faktor, Megasztár, a tehetségek itt vannak, Sixon most itt az Uszoda udvarán, és meg be is bizonyítják nekem pillanatokon belül. Na, hát izgulok nagyon, milyen lesz ez, Gergőkém, rajta! Sziasztok! Lehet mentori szukokat szopogatni, krákogni, amit akarsz, izguljál nyugodtan! Figyeld a kezemet, és csak a refrénjön, figyelem! Ne izguljál! Hoppá! Egy, két, három, szólja! Jó van, nyugodj el, nyugodj meg! Jön a kedvesebbet, megnézzük, mit tudnak ők, figyelj! Három, és szólja! Hú, de a verseny lesz! Nem is jön a vég! Nincs semmi baj.
Lépek oda, jöttök, hogy ott laknátok, és akkor spontán felszólítanak benneteket újabb énekelésre. Na, hát drágáim, tulajdonképpen azt gondolom, hogy házi buliban vagyunk, nyilván ti is igyekeztetek, mert az egész testre rá, hallom, lesz utána a diszkó is, tehát igazán táncolni is lehet, már most is, ha akartok. És egy házi buli elképzelhetetlen, mondjuk egy igazi belevaló Hungária dal nélkül. Azt gondolom, ez kihagyhatatlan, tehát arra gondoltam, hogy mindenféleképpen nézzük meg ezt is. És hát akkor beszéljünk a kislányok után a férfiakról, akik ugye sokszor, ha elég sokat képzelem magukról, lehet, hogy én is, mert azt gondolják, hogy ők királyok. Na de hogyha Fenyő Miklós, Zobai Gábor dalira gondolunk, milyen királyról lehet itt szó? A jó kis csókkirály, nézzük meg! Lehet táncolni, ne is! Csókkirálynak hívják a bőgöt, az új fiú, a teremtek a bekapcsolja magóját, a rakett hosszán az utcát, oda vonz a lányok járulát. A moziból hat a fele este a lányok őt, ölelkezve állj egy kapu előtt. Róla bárki megmondja, 15 perc a rekordja, megmutatva álmodott. Ő a csókirály, ő a csókirály, ő a csókirály, ő a csókirály, ó, betűnik az ismerősen kezed, lányok összesülnök, rád mögött, wow, wow, wow. Tánc! A jobbik! Hol vannak a jobbik? Hol vannak a jobbipik? Szeretnél látni a jó kis táncokat? A videókat és képeket csináltok, de már tegeljetek le engem, hogy lássam otthon az a munkám, jó? Aki követ az Instagram vagy a Facebookon. Ő a Joe király, király, király. Ő a Joe király. Este, hogy te fél, a lányok lesz,
Kicsi szomszédok, ha kérjen Bálinta. Ő a Jókirály, a Jókirály. Na drágáim, a közeleket is finálén, de hát ez mindenképpen addig nem megyek el, amíg egy diszkóba együtt el nem megyünk, mert ugye diszkó nélkül semmit nem ér az életünk, de hát ez az igazi klasszikus 80-as évekbeli diszkó, emlékeztek rá, ennyi idős, mint én is, akkor volt kamasz. Azt tudja, hogy akkor voltak ezek a videodiszkok, amikor jöttek a külföldről a videoklippek, úristen, új műfaj videoklippek, és akkor felszereltek a diszkó falára belül ilyen TV monitorokat, és akkor táncoltál, hát sajnos nem azt nézted, hogy kivel táncolsz, hanem a videoklippeket. Mondjuk ez elég bunkó dolog, de hát ezt meg lehetett bocsátani, mert akkor mámorban voltunk a sok kliptől. Na de azt gondolom, hogy azért maradjunk a 80-as éveknél, tehát volt-e valaki közületek annak ide a Zánkai úttörőtáborban? Hoppá, féltestvérek vagyunk. Fél szavakra megértjük egymást. Én is ott voltam. Beutaltak, mint kiváló úttörő, tehát mi más. És hát ott képzeljétek el, minket meglátogatott gyerekeket egy szép nyári napon, a Neoton Família. És eljátszották nekünk gyerekeknek azt a lemezt, ami csak később összejelent meg, és ez volt a magyarországi diszkókorszak nyitánya, a Napraforgó cím lemez, rajta Santa Maria és társai. A most következő dal is ott volt, és ezt azt gondolom, hogy el kell énekelnünk, mert hát itt vannak a legfontosabb kellékeink, a csinos hölgyek, jóképi pasik, a fények, a füst, a diszkó hangulat, a színpad, minden, ami kell egy igazi békében diszkóhoz, és mindannyian tudjuk, hogy milyen érzés az, ha valaki szombat este táncol!
csodálatosak vagytok! Rengel, elérkezett az a dal, amivel megköszönöm, hogy itt lehettem ma este, és el is búcsúzom tőletek, hogy átadjam a szerepet a fantasztikus, csodálatos Golda Györgynek és Balázs Tálinak, és hát tulajdonképpen egy olyan dal következik, hogyha magamhoz térek a levegő hiányban. Egy olyan dal, ami hát, hogyha nem énekelném el, akkor azt kérdeznétek, hogy minek jött ide? Akkor mit akar tőlünk, hogyha ezt nem hallhatjuk ezt ma este? Rendben van, tessék? Hogy? Anyukám, a fordul Dobrádi Ákoshoz szeretette, azok ahhoz semmi közül. De hát van egy másik, ami ez viszont van. És igazából ez a dal következik most. Hát ugye, úgy, de bele összeállt a számba. Tehát, hogy a lényeg az, hogy tulajdonképpen ez 2001-ben énekeltem a saját verziót ebből a dalból, mert ugye ebből adódik, hogy ez nem az én dalom, azt hitték, akkor mindenki, hogy egy új dal, amit nekem írtak, de hát én mondtam, hogy gyerekek, nem, egy kincs a 70-es évekből, és hát tulajdonképpen egy holland együttes dala, tehát holland dalról van szó, és ez a holland együttes 1975-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Úgyhogy igazából ez a dal a 70-ben győzött, az abban is 75-ben ez a dal. Úgyhogy tulajdonképpen azóta rengeteg nyelven lefordították, én meg a magyar ért felelős. Most nem mondom ki a címét, hát ha valaki mégiscsak tudja, az elején ne jegyetek meg, ilyen kis karácsonyi csengetyűszat fogtok hallani, ez csak azért, mert én szeretem, hogy az első, aki nektek idén boldog karácsonyt kíván. Mit tudom, mikor ez karácsony, mindig átszerezik az életünket, ezen most túl vagyunk, úgyhogy akkor aki tudja, hogy miről van szó, az velem tart, aki nem, az is. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, sok szeretettel. És most jöttök ti! És akkor az a kettő darab szócska következik! Egyes csoport! Kettes csoport! Jó! Egy, két, három! Az első verszak lehet csatlakozni. Ha a szíved minden, mert a valami király, boldog vagy, hát gyűlöd, mindig van. Ha a félöled, s minden célod közel, elrozd a szöveget, mindig van. És tudod annak velem, életem nekem, újra, hogy a szeretet, mindig van. Most is tudod annak nekem, már nem lehetek velem, szívből jön az üzenet. Remélem mindenkinek csak nagy a gond, senkinek sem jön, azt nem engedjük meg. Mert hajt szó elvan, sírni sosem muszáj, énekelben segítek mindig, és ha álmod jel, engem te is szeres, könnyű dal a szerelem. Ha a szíved világ, megkapani kíván, hol